A hétvégén igazi, nyugodt nyári napunk lesz csapadék nélkül, úgyhogy ki lehet majd használni. Addig viszont végig előfordulhatnak még záporok és zivatarok. Jó reggelt kívánok az M1 nézőinek, Molnár Csilla vagyok. Ettől függetlenül várjuk a nézői felvételeket, akár záporokról, zivatarokról, akár a napsütéses időjárásról, hiszen napsütésben is jócskán lesz részünk. Kovács Károly is egy nagyon nyugodt pillanatot kapott lencse végre a Bakonyban, ezúton is köszönjük szépen ezt a képet. A további érdekes időjárással kapcsolatos felvételeiket pedig a meteorfotókuk az mtva.hu e-mail címre várjuk. Azoknak, akik tényleg kint dolgoznak a szabadban, vagy mezőgazdálkodással foglalkoznak, biztos, hogy nagyon nehezek lesznek a következő napok, hiszen egészen füllett, páradús lesz a levegő, mondhatni, hogy egy kicsit fullasztó is, úgyhogy kitartást kívánok nekik, és egyébként labilis a légkör felettünk, emiatt alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Az éjszaka főként a dunántúli területeken fordult elő csapadék, ez a csapadék rendszer viszont halad észak-keleti irányba, úgyhogy ma északkeleten, északon is előfordulnak még záporok, zivatarok, de nincs kizárva felhőszakadás sem, úgyhogy nagyobb mennyiségű csapadék is lezúdulhat rövid idő alatt, de csak kisebb körzetekben. Egyébként általában száraz marad az időjárásunk ma is. Délután pedig határozottan csökken szakadozik a felhőzet. A csúcsértékeken is észrevehető azért, hogy mindenütt több órára kisüt a nap, hiszen 30 fok közelében lesznek a maximumok, pontosan 24 és 32 fok közé melegszik a levegő. A legmagasabb hőmérsékletet egyébként a délkeleti tájakon élők mérhetik. A strandolással óvatosan így a záporok, zivatarok mellett, de egyébként a vizeink hőmérséklete is nagyon kellemes, még a folyók közül is eléri mindegyik a 20 fokot. Nagy tavaink közül pedig a leghűvösebb, jelenleg 22 Celsius fokkal a Fertőtó, és a Balaton nagy átlagban a legmagasabb hőmérsékletű 24 fokos, de a nyugati partokon például a 25 fokot is több helyen meghaladja már a vízhőmérséklete. Úgyhogy tényleg a fázósak is nyugodtan belemerészkedhetnek. Bár igazi kimondott strandidő csak a hétvégén lesz. Szerdán is újabb adag csapadékot kapunk, több hullámban érkeznek hozzánk a záporok és a zivatarok. Csütörtökön viszont csökken a csapadékhallam, de azért csütörtökön még előfordulhat tényleg helyenként csapadék. Pénteken már csak itt-ott elszórtan, általában változóan felhős lesz az égbolt felettünk. És a hétvége mind a szombat, mind a vasárnap csapadékmentes lesz és teljesen nyugodt. Gomoly felhők azért képződnek, nem lesz zavartalan a napsütés, de igazából ez teljes mértékben elhanyagolható, a napsütés fog dominálni, és egyelőre még kánikula nem lesz, 30 fok környékén alakulnak a csúcsértékek, és 10 fok felett végig a minimumok, de a jövő hét még melegebb léghullámokat hoz nekünk, hiszen jövő héten a délnyugati szél nem csupán megélénkül, hanem meg is erősödik, úgyhogy már újra egy kicsit forróbb napokra lehet számítani, de ez már a jövő zenéje. A talajvíz kiszivattyúzásával megdöntöttük a Földet. Egy új eredmény szerint 80 cm-rel megváltozott bolygónk tengelyének dőlésszöge. 1993 és 2010 között 2150 gigatonna vizet használtunk fel, amelynek 96%-át az ipar, a villamosenergia, illetve a kohászat hasznosította. A maradék 4% ivóvíz és öntözővíz. Ez a hatalmas kinyert mennyiség éppen elég volt ahhoz, hogy a Föld tömegeloszlása megváltozzon. A forgástengelye évente közel 5 centivel vándorolt odébb, és a globális tengerszint több mint 6 mm-t emelkedett. Természetesen a tengelyforgást a földrengések idején bekövetkező tömegáthelyezések, a jéghegyek és gleccserek olvadása, az éghajlattal összefüggő változások is befolyásolják. De Kíván Szeó, a kutatás vezetője szerint a legnagyobb hatást mégis a talajvíz kiemelése okozza. Ezzel köszönöm meg a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!